jó szívvel javaslom minden kollégának, hogy látogasson ki az Upgrade kongresszusra. Mindamellett, hogy a technikai újdonságokkal találkozhat a kiállítótérben, kollégákkal is van módja találkozni, beszélgetni, szociális életet élni. Okay, én Mekis Miklós vagyok, Siófokon dolgozom, és leginkább endodoncia területén mozgok. Mikroszkoppal dolgozom immáron 8 éve, körzetben és magárendelésen is, és hát itt az esztétikai kongresszuson fogok részt venni, szintén endodoncia témakörben. Innováció gyökérkezelésben a témám. Kicsit ilyen szabad témát szerettem ma választani, egyfajta ilyen motiváló jelleggel, motivációs jelleggel. A gyökérkezelések a saját megítélésemben nem tartoznak a legnépszerűbb kezelési formák közé, se páciens, se orvos oldalon. És jó ezt a fajta kezelési metódust népszerűsíteni. Nyilván egy elég bonyolult beavatkozásról van szó, meg időigényes beavatkozásról van szó, de hogyha ezt a kollega ráérez az ízére, akkor nagy sikereket tud benne elérni. Leginkább a lelkesedésemet a gyökérkezelés iránt, illetve remélhetőleg hozok egy-két olyan megoldást, tippet vagy trükköt, amit, hogyha átvesz, eddig mondjuk nem használt a kollega, de átveszi, akkor azzal az ő kezelései is hatékonyabbak lesznek. Próbáltam egyébként az előadást úgy strukturálni, hogy a gyökérkezelés minden lépésére hozzak egy-egy olyan megoldást, ami esetleg segíthet. Ez egy jó kérdés. Szerintem nekem még egyetem a legelső sikerélmények ehhez köthetők, és az ez meg is maradt. Én nagyon szeretek apró dolgokkal bütykölni, és valahogy a fogászat nyilván egy ilyen terület, de azon belül a gyökérkezelés lett nekem az a liblingem, amiben ezt a fajta ilyen bütykélési mániámat kielhetem. És ugye itt azért mégis a saját fogaknak a megmentéséről van szó, ami a saját szövetnek az ott tartása és gyulladásmentessé tétele. És tulajdonképpen a fő motiváció az nekem ez, hogy a páciensnek egy saját szövetét megőrizve, azt ne kell utána implantálni, ne kell hidat készíteni. Tehát, hogy egy saját egésznek a megőrzése a cél. Hogyne, nagyon sok ismerősre találkoztam szerencsére, meg kiállítások azok nagyon, nagyon színvonalas és nagyon, nagyon jó, úgyhogy jó itt lenni. A fogászat az borzasztó módon fejlődik. Én azt mondom, hogy ugye fél évente vannak ilyen nagyobb fogászati rendezvények, és akár azt ismerném mondani, hogy fél évente is találkozom olyan újításokkal, amik úgy megütik a szememet, és elcsodálkozom. Digitális világ az pont ilyen, de akár a mi szakterületünkön is lehetnek olyan újítások, amiket még én sem ismerek, és esetleg beviszek a napi praxisomba, akkor azzal jobban tudok dolgozni. Tehát egy nagyon jó ilyen találkozója az embernek, meg a technológiának, meg ugye nagyon jó találkozója az embereknek. Tehát nagyon sok ismerősömmel találkozom ilyen rendezvényeken, és ez jó. Szakmai fejlődés miatt leginkább, illetve tényleg az, hogy ugye fogászatban mi nagyon sokat töltünk a szék mellett a rendelőnk falai között, és jó kiszabadulni ilyenkor. Mégis egy szakmai közegben vagyunk, de mégsem a közvetlen szék melletti munkában, és jó emberekkel találkozni, akikkel azonos nyelvet beszélünk. Benyős doktor kért föl előadásra, és akkor hát én meg örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, és nagyon megtisztelőnek érzem, hogy eszükbe jutottam, hogy itt adjak elő. Jó szívvel javaslom minden kollégának, hogy látogasson ki az Upgrade kongresszusra. Mindamellett, hogy a technikai újdonságokkal találkozhat a kiállítótérben, kollégákkal is van módja találkozni, beszélgetni, szociális életet élni.